Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, érdekes témákat gyűjtöttem össze. Véget ért az EFOT, mi pedig készítettünk egy összefoglalót a fesztiválról, ami egyre inkább velenceivé válik. De megnyitott a kapuit az EFOT, több ezren várakoztak a bejáratnál, hogy mielőbb bejuthassanak az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozójára, amit immár 43. alkalommal rendeztek meg. Érkeztek fesztiválozók a környékről, a fővárosból és távolabbi településekről egyaránt. Sokan a legütősebb koncerteket várták az idei kínálatból. John Newman, Jesse G, tehát így a nagyobbakat várjuk legfőképpen, úgyhogy meg a kedvenc a Halott pénz. A mínusz egyedik napon este már dübörgött a város, a székesfehérvári Blaha Louisiana lépett elsőként színpadra. Bár a nulladik napon szerdán nem volt túl meleg az idő, ez nem szegte a fesztiválozók kedvét. Volt, aki szülinapja helyszínének is az EFOT-ot választotta. Szombaton van a szülinapom, úgyhogy már alig várom, hogy megünnepelhessük a többiekkel. És volt, aki még sérülten is eljött bulizni. Ennek a lánynak a keze ficamodott ki pár nappal ezelőtt, azonban ez sem tántorított el a partitól. Én pompom lány vagyok, a testnevelési egyetemre jöttem, harmadéves vagyok, és a pompom csapatommal volt egy edzés 2 hete, ahol emeléseket gyakoroltunk, és lejtettek, és kificamodott a könyököm. Úgyhogy igazából ez a fot egy kihagyhatatlan buli, így az egyetemisták körében, és nagyon örülök, hogy így is itt lehetek. Remélem mindenki vigyázni fog a kezemre. A legtöbb fesztiválozót nem zavarta, hogy kevesebb napfény jutott az első 2 napra. Felkészülten érkeztek az EFOT-ra. Az első az abszolút nem fogja befolyásolni nekünk itt az egész táborozási körülményeket. Semmi, jöhet tornádó, szél, ciklon, cunami, teljesen jó lesz minden. Pár pólót hoztam, a mezemet, a kedvenc csapatomat, illetve a játékosomat. Neki fog drukkolni ma este, azon kívül egy papucsot, örök között is hoztam. Reméljük, hogy később jobb idő lesz, és csak ma fog esni. Mi van a bőröndökben? Ruha, főleg fürdőruha, úgyhogy az miatt is reméljük a jó időt. Ha mégis esetleg esős hétre számíthatnánk, akkor hogyan készültetek fel? Van nálunk esőkabát, úgyhogy akkor is bulizni fogunk. Mi igazából úgy készülünk, hogy holnap már jó idő lesz. Úgyhogy próbáljuk túlélni a mai napot, és holnap strandolni szeretnénk. Mi van a bőröndökben? Bőröndökben. Amúgy felkészültünk mindenféle időjárásra, úgyhogy van 6 esőkabátunk, melegruha, hidegruha, vagy nem tudom azt, hogy mondják, strandruha. Felkészültünk. Ez a 4. évünk itt. A szervezők több újítással is készültek idén. Nagyobb területen, több helyszínen lehetett idén bulizni. Volt gyermekmegőrző, ahol kézműves foglalkozások és koncertek is várták az érdeklődőket, sőt a 4 lábúakra is vigyáztak a szakemberek, amíg a gazdik kikapcsolódtak. Maszlavér Gábor fesztivál igazgató elmondta, több mint 100 fellépő várta idén az EFOT-ra érkezőket. Azért akik most általában gyermeket vállalnak, már abban a korban nőttek fel, amikor alapnak számított fesztiválokra járni, és mi nekik szeretnénk kedveskedni, hogy igenis családostól is el lehet jönni, megváltozott a fesztiválpiac is így ez alatt a 10-15 év alatt, biztonságosak a fesztiválok, és egy rendkívül jó családi programot, kikapcsolódást biztosíthatnak, és jó közösségi élményt is. Tavalyhoz képest változott-e a fesztivál mérete és a színpadok száma? Igen, változott. A fesztivál mérete az nagyságrendileg egy olyan 20%-kal növekedett. Növeltük a kemping területét a Sokorói irányba, valamint egy új kemping területet nyitottunk meg a velencei részen, amelyek egyébként azáltal, hogy integráltuk a területet, még közelebb kerültek az éjszakai aktivitásokhoz, ezáltal sokkal kevesebbet kell sétálni annak, aki itt kempingezik a területen. A színpadok számában gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy ilyen
5-6 helyszínnel több lett az idei évben. Ezek kisebb helyszínek, a házigazdának van egy új helyszíne, az ELTE műveltető, illetve a sportprogramoknak új helyszínei jöttek létre. Ugye lehet vízilabdázni, végbordozni, illetve stand-up pedelezni is már az idei évben, valamint a zenei programok helyszínei közül is újakat sikerült létrehívni, és van itt egy kis meseerdőnk is, ami egy újdonság szintén, amely egy kellemes kis chill-out zone lesz, és egyébként egy új bejárata a nagy színpadnak, a küzdőterének. Számítotok-e látogatói rekordra? Az elővételes adatok biztatóak, természetesen nagyon sok függ az időjárástól. Egyelőre úgy néz ki, hogy jó időnk lesz, igazi jó kis fesztivál időnk lesz, sőt még strandidőnek is mondható lesz a hétvége. Bízom benne, hogy a 112.000-es tavalyi létszámot ezt meg tudjuk majd haladni, és erre egyébként az elővételes jegyadási adatok abszolút mértékig pozitívan csatolnak vissza. Ez ugye hosszú évekig egy vándorfesztivál volt tulajdonképpen, és most már elmondhatjuk azt, hogy évek óta itt vagytok Velencén. Mi ennek az oka, és ez marad-e így? Egyrészt az az oka, hogy a fesztiválozói visszajelzések alapján az infrastruktúrába kellett mindig fejlődnünk, ezt mondták a fesztiválozóink legtöbbször. Most az a helyzet, hogy ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogy infrastruktúrát fejleszünk, hogyha nagyjából azért azonos területen vagyunk évről évre. És hát az is nagyon fontos, hogy van itt egy 2 kilométeres strandszakasz, hatalmas, szép füves terület, rendkívül jó a turisztikai adottságok, mert hogy a Bencehegyre is szervezünk lovaskocsis bordtúrát, Pákozdi emlékhely, vagy egyébként az ingókövekhez különféle kirándulásokat lehet bringázni, sportturizmusra is kiválóan alkalmas a terület, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek mind együttesen járultak ahhoz hozzá, hogy most már sokadik éve vagyunk itt Velencén. A fesztivál már negyedik éve Velencén várta a fiatalokat. A település polgármestere örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a fesztivál jelentős számú vendéget csalogat a településre, hiszen a város nem titkolt célja, hogy turisztikailag vonzó legyen. Évről évre egyre növekszik az EFOT-ra látogatók száma, ez is talán azt bizonyítja, hogy jó döntés volt, és el is kezdtünk egyébként a jövőről is közösen gondolkodni, remélem hamarosan bejelenthetünk olyasmit, ami hosszú távú együttműködésre utal. Ezen kívül mit kap még Velence az EFOT által? Hát ugye többlet bevételünk keletkezik, azáltal, hogy ugye az itt töltött vendégészekák után idegenforgalmi adót fizetnek be, ehhez az állam hozzátesz egy másik részt, ez most jelenleg azt jelenti, hogy pont ugyanannyit, ugye korábban ennél egy kicsit több volt, de a pont ugyanannyi sem egy kevés összeg, illetve szabad szemmel is igen jól látható összegről beszélünk éves szinten, illetve én azt gondolom, hogy a jövő nemzedéke jár ide, a jövő mérnökei, politikusai, sportolói, orvosai, jogászai, és hogyha olyan emléket visznek a fiatal felnőtt korukból a jövőbe, ami pozitív volt, akkor könnyen visszatalálnak hozzánk, és esetleg amikor olyan helyzetben lesznek, hogy mellettünk vagy ellenünk kell fellépni, akkor nyilván azt fogják választani, hogy mellettünk teszik le a voksukat. A vendégészakákat viszont megdobja. Mennyivel, számokat tudunk-e mondani? Igen. Nagyságrendileg 100 000 vendégészakával járulnak hozzá az éves forgalomhoz. Ugye ez közel 200 000 éves szinten, egész pontosan 181 000 pár száz vendégészaka. Ez nagyon komoly bevétel nekünk, és nagyon megkönnyíti azt a fajta munkát, amellyel arra törekszünk, hogy mindig, mindenkor minőségi rendezvényt hozzunk létre. Csak úgy, mint legutóbb a velencei vágta, ami a Nemzeti Vágtának az egyik előfutama volt. Bodis József az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára az EFOT-tól résztvevő felsőoktatási hallgatókat köszöntve elmondta, kreativitásukkal, tudásukkal, hivatástudatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy az ország, a társadalom fejlődni tudjon. Egy komoly vizsga időszak utáni érában vagyunk, amikor kell egy kis lazítás. Azt hiszem, hogy ez a helyszín kitűnő erre. Az a szervező csapat, amely már az elmúlt években is nagyon sokat bizonyított, tudja garantálni a minőséget, a résztvevőknek meg a hangulatot kell, nincs mese. Tehát azt gondolom, a hallgatói lét egyik alapeleme az, hogy érezze jó magát, amikor meg kell a komoly munka, meg a tanulás, akkor arra is tudjon koncentrálni, a kettő együtt tud csak meglenni.
Hát akkor kijelenthetjük azt, hogy annak idején, amiért létrejött az EFOT, az tulajdonképpen meg is valósul. Abszolút módon meg tudom erősíteni. Én 8 éve vagyok szemtanúja az EFOToknak. 2010-ben kezdtem, és gyakorlatilag mindegyiken valamilyen módon megjelentem. A visszajelzések a hallgatóktól nagyon jók. Én azt gondolom, hogy ez is jó lesz. A fesztiválon az idei évben kiemelt szerepet kapott a sport, amit a látogatók ki is használtak. A délutáni strandröplabda és sörjóga voltak a legnépszerűbb helyszínek. Majd a borkostolón voltunk, meg itt voltak ilyen homokfoci, meg strandolás igazából, ilyeneket. Alapvetően a jóga az nagyon jótékony hatással van ugye a testre, és hát ugye ezzel még jobban megspékeljük, mert ugye lehet amúgy a jogát labdával is elvégezni, de hát a sör, ugye most egy fesztivál szezon van, azért ez eléggé viszi a hangulatot, mert hát ugye nehezebb a feladatoknak a kivitelezése, mivel például amikor ki kell nyújtani a kart, akkor ott azért eléggé oda kell koncentrálnia ahhoz, hogy végig feszítve legyen például a hasizom. Több olyan fesztiválozó is akadt, aki néhány hete vehette át egyetemi diplomáját, és az EFOT-on pihente ki az egyetem zárás fáradalmait. Nagyon jól érezzük magunkat, köszönjük szépen. Jól érezzük magunkat. Most tett meg 10 a diplománk. Per 10-es. Most tett meg a diplománk egy pár hete. És ünnepelünk egész nyáron. Na, és milyen szak van diplománk? Eltemadták a legjobb szak a világon. Ezt tudom mondani. Gábor meg én Koinuszon végeztünk, a számítelen, én pedig gazdasági informatikán végeztem. Érkeztek fesztiválozók Velence környékéről, a fővárosból és vidékről is. Az idei évben az EFOT legerősebb emberét is megválasztották, ahol a különböző sportágak legjobbjai szálltak versenybe egymással. Többek között a rúd sportot is lehet versenyszerűen űzni. Igazából most elég sokan jönnek fiúk, lányok, nekem is majd jön az egyik munkatársam, és ő is kipróbálja fiú. Igazából Magyarországon annyira nem népszerű, de szerintem egyre jobban megismerik az emberek, és így ezek az előítéletek így most már nincsenek, ahogy tényleg, hogy minél több verseny van fellépés, és szerintem sikerül így megszerettetni az emberekkel ezt a sportot. Elmondhatom mindenkinek, hogy ma nem voltál egyedül.
Kevesen tudják, hogy itt Székesfehérváron is működik telefonos lelkisegélyszolgálatiroda, és ez az iroda szeptembertől képzést indít. Úgyhogy aki kellő empátiával rendelkezik embertársai iránt, és segíteni is szeretne, az a következő percekben nagyon figyeljen. Évente közel 10 000-szer csörrel meg a telefon az ország lelkisegélyirodáiban. A hívók leginkább olyan emberek, akik a magány miatt kérnek segítséget, vagy keresnek hallgatóságot, hogy megosszák valakivel problémájukat. A szakemberek pedig arc nélkül anonim módon igyekeznek segíteni. Fehérváron az Empátia Mentál Higiénés Egyesület működteti a lelki elsősegély telefonszolgálatot. A szolgálatvezető kérésére nevét nem közöljük. Az Empátia Mentál Higiénés Egyesületről beszélünk, amely Székesfehérváron alakult meg, és ennek a berkein belül működik a lelki elsősegélyszolgálat, ami telefonos lelki elsősegélyszolgálat. Ez a fehérvári szolgálat tulajdonképpen az országos lesz lelki elsősegélyszolgálatok szövetségének a tagja, immáron 21 néhány éve. Magyarországon 19 városban működik ilyen lelki elsősegélyszolgálat, ami azt jelenti, hogy ha valakinek szüksége van lelki segélyre, szeretné felemelni a telefont, hogy valakivel beszéljen, akkor ezt a 116-123-as éjjel-nappal hívható ingyenes telefonszámon megteheti, és mindig van valaki a vonalban, országosan lefedettek vagyunk, a nap 24 órájában ügyelünk, ami nem azt jelenti, hogy a fehérváriak is, hanem be van osztva természetesen, hogy mikor melyik szolgálat van ügyeletben. Ez az egész lelki telefonos szolgálat tulajdonképpen Amerikában indult el még a múlt században, a 30-as években, mert igény volt rá. Európában a 60-as években érkezett meg. Önkéntesek ülnek, képzett ügyelők a telefon mögött, olyanok, akik segíteni szeretnének, hasznosnak érezni magukat valamiben, és természetesen úgy ülhet valaki a telefon mögé, hogyha átesett egy képzésen. Országosan készülnek mindig statisztikák, 10 000 felett van a hívásszámunk évente. Ebben vannak úgynevezett érdemi hívások és nem érdemiek is. Azokat tekintjük inadekvát, nem érdemi hívásnak, amikor valaki fölhívja a szolgálatot, de esetleg nem szól bele, nem mer. Vagy előfordul olyan is, hogy gyerekek próbálkoznak. Ezekből is szokott azért érdemi beszélgetés is lenni. És akkor vannak az érdemi hívásaink, ami nem feltétlenül minden esetben krízist jelent. Egyszerűen csak a problémáját osztja meg velünk, mert esetleg nincs mellette senki, vagy a körülötte se család, se barát olyan, akivel ezt meg tudja beszélni, vagy egyszerűen csak ventilálni akar, kimondani a gondolatait, és együtt gondolkodni valakivel. És gondolom a probléma után azért visszajelzések is jönnek hozzátok. Milyen visszajelzéseket kaptok? Személyes visszajelzések nem szoktak lenni, mert ugye azáltal, hogy nem tudjuk soha, hogy honnan hívnak, és a hívó sem tudja, hogy hova kapcsol a vonal. Előfordulhat az, hogy mondjuk egy nap felhív minket, aztán úgy érzi, hogy még egyszer szeretne telefonálni, és a következő nap valaki egész mással beszél. Olyan visszajelzéseink szoktak lenni, hogy a központban ugye van felületünk is, Facebook is és honlap is, hogy odaírnak és megköszönik, hogy segítettünk. Tehát közvetlen visszacsatolás általában nincsen. Az Egyesület most önkéntes segítőket keres. Bárki jelentkezhet, aki úgy érzi, hogy elkötelezett embertársai iránt és kellő empátiával rendelkezik. Az érdeklődők ingyenes képzésen vehetnek részt. A csaknem 100 órás képzést szakképzett pszichológusok tartják. Szeptembertől szeretnénk elindítani a képzésünket. Majdnem minden évben kell képzést indítanunk, ugyanis mindig van lemorzsolódás, ha valakinek megváltozik a családi állapota, elköltözik Fehérvárról, vagy bármi egyéb közben, vagy nem erre gondolt, úgy gondolja, hogy ez mégsem az a munka, amit ő keresett. Ezért folyamatosan frissül a csapatunk. A szeptemberi kezdés az úgy néz ki, hogy valamikor szeptember végén szeretnénk, hogy elinduljon a tanfolyam, ami 80-100 órás képzést jelent. Ez ingyenes ez a képzésünk. Két pszichológusunk tartja meg. Van egy önismereti része. Ez azért nagyon fontos, mert az ügyelő operátor, aki a telefon mögött ül, ő a személyiségével dolgozik. A hangját adja, önmagát adja. Muszáj, hogy saját magát ismerje. Ez a szerszáma, ez az eszköze, amivel a másik embernek segíteni tud. Ezen kívül van még egy készségfejlesztő rész,
ami segítő beszélgetésre felkészítést jelent. És így áll össze ez a körülbelül 4 hónapot igénybe vevő képzés, ami heti egy alkalommal szokott lenni. Mit ad egyébként ez a munka? Tehát azon túl, hogy segíteni lehet. Én úgy szoktam fogalmazni, vagy azt szoktam így mostanában látni, hogy kétféle ügyelő van, és ezt most nem korra és egyébre értem, hogy régi és új típusú ügyelőink vannak. A régi típusú ügyelő számunkra azt jelenti, hogy a régi értékeket, hagyományos értékeket képviseli, és azt keresi, hogy miben lehető még hasznos esetleg a társadalomnak, vagy saját magát hasznosnak érezheti valamiben, és ezért csatlakozik hozzánk. Az új típusú ügyelő általában a fiatalabb korosztályból kerül ki. Ő saját magát akarja kipróbálni, önismeretet szerezni, valami másban jónak lenni, vagy megtapasztalni. Önkéntes alapon működik ez, hogyha jól tudom, ugye? Igen. Igen, önkéntes munka mindenképpen. Hát sokféle önkéntes munka van. Azt gondolom, hogy aki ide hozzánk jelentkezik, az valamiféle elkötelezettséget érez akkor már az iránt, hogy valamit tegyen. És nem, semmiféleképpen nem feltétel az, hogy bármiféle pszichológusi végzettsége vagy előképzettsége legyen. 22 éves kortól 65 éves korig várjuk a jelentkezőket. Érettségi feltétel, mert azért vannak képzésnek olyan része is, amit egy általános műveltséget azért feltételez. A képzésre július végéig lehet jelentkezni a képernyőn látható telefonszámon. Előképzettség nem szükséges, de az érettségi elvárt. 22 éves kortól bárki kipróbálhatja magát ügyelőként. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Hogyha tehetik, tartsanak velünk addig is, viszontlátásra!